Mindig minden évben vannak olyan betegségek, amelyek felborzolják a kedélyeket az állattartóknál. Tavaly és ebben az esztendőben a sertéstartóknak kell figyelniük, hiszen az afrikai sertéspest is okozhat komoly problémákat, amely már itt kopogtat a szomszédban, Ukrajnában és Romániában. A legnagyobb veszélyt a vadállatok okozhatják, hiszen ők bármikor áthurcolhatják a vírust a határon. A vaddisznók ugye nem ismernek országhatárokat, és jelenleg ez a betegség Ukrajnában is működik, létezik, és bizony elő-elő fordul, hogy onnét egy-egy fertőzött vaddisznó átjön. Annyit még érdemes és lehet erről tudni, hogy egy olyan kiépített monitoring vizsgálati rendszer van, ami a vaddisznókkal, a lelőtt vaddisznókkal, az ellopott vaddisznókkal is foglalkozik, tehát az állatorvos felügyelet, állatorvosi felügyelet működik, és vizsgálatra kerülnek ezek a elejtett vadak, hogy esetleg előfordul-e bennük ez a megbetegedés. A háznál vagy telepeken tartott sertéseknél a gazdáknak kell figyelniük. Ha gond van, akkor azt azonnal jelezni kell az állatorvosuknak, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Nem létezik ellene vakcina, védőoltás. Nem lehet a vírus olyan, úgy viselkedik, hogy nem lehet ellene sikeres vakcinát gyártani. Tehát ahova ez a betegség bekerül, ott ki kell írtani, meg van határozva, hogy mekkora körzetben, de jelentéstelten ki kell írteni a sertéseket. Ez az egyik nagyon nagy veszély, a másik, hogy abban a pillanatban, ha ez megállapításra kerül, az Európai Unió is, meg az úgynevezett harmadik országok, tehát nem uniós országok is Magyarországot kizárják a sertés exportból. Baj esetén az azonnali reagálás mellett az is nagyon fontos, hogy aki most tervez sertést vásárolni, az mindenképpen csak olyan állatot vegyen meg, amelynek ismert az előélete. Azt kérem, azt javaslom azoknak, akik sertést tartanak, ne vegyenek ismeretlen helyről fülezés, állatorvosi igazolás nélkül sertést. Annak idején, a 90-es években is úgy került be a sertéspest is, hogy az állatkereskedők, akkori néven a kupecek, az olcsón felvásárolt, fertőzött helyről felvásárolt malacokat mindenféle igazolás és jelölés nélkül elhozták és eladták, és persze beterítették a várost. Más út is volt, de ez volt az egyik legveszélyesebb. Ezért kérem azt, hogy aki sertést vesz, ismert helyről vegye, állatorvos igazolással, fülszámmal, ellátott szállítólevélre, sertés, ugye régi marhalevél, most szállítólevélre, ellátott állatot vásároljon. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, ha bármilyen jelét tapasztalja az állatán, hogy lázas, beteg, rosszul van, én azt gondolom, vagy azt kérem mindenki érdek, hogy minél hamarabb kerüljön megállapításra, ha ilyen baj van, tehát azonnal szólni kell az állatorvosnak. A betegség legjellemzőbb tünetei a kedvetlenség, étvágytalanság és a nagyon magas láz. Bármilyen kezeléssel is próbálkozunk, az állat állapota egyre csak romlik. Ha gond van, akkor állami támogatás ugyan jár, de csak akkor, hogyha szabályosan tartják az állományt. Állami kártalanítás bizonyos esetekben jár a betegség helyén a kiirtott sertésekre, de tudni kell, és ezt most valamennyi állatorvos tudatja az állattartókkal, hogy a kis termelőnek, a kis létszámú állattartónak is bekerítve kell tartania a sertését. Itt arra gondolok, ha kint valahol tanyavilágban kimegy vele, ott tartja, bekerítve kell tartani, nyilván a vaddisznó ne kerüljön be, tehát ez zárt tartás. A nagy létszámú állattartóknak ez amúgy is törvényszerűen elő van írva, de ahol nincs megcsinálva, mert tudom, hogy azért vannak olyan helyek, megint a tanyavilágra gondolok, ahol nincs megcsinálva, feltétlenül csinálják meg, és úgynevezett kettős kerítés van előírva, ez alatt azt kell érteni, hogy a sertés is legyen körbekerítve, ahol tartva van, meg még ezen kívül az a tanya is, ahol tartva van, csak azért, semmi másért, mert nagyon szigorú lesz az utána való ellenőrzés, és aki nem így tartja az állatot, az nem kap állami kártalanítást. Ilyenkor tavasszal érdemes figyelni a csirkenevelésnél is. Nem mindegy ugyanis, hogy kitől és milyen állományt vásárolunk. Az egyik alaptézis szerint minél fiatalabban vesszük meg a csibéket, az annál jobb. Szerencsésebb, ha napos korban sikerül csirkét vásárolni. Ezt is olyan helyről, ahol ellenőrzött körülmények között ellenőrzött tenyész állománytól származik a napos baromfi, mert napos korától kezdve a gazda saját maga neveli. Ezen a vidéken, városunkban, de a környező városokban is már ismert az a fajta kis program, amit megvalósítottunk,
hogy az úgynevezett gumboró betegség ellen érdemes ezeket a napos csibéket védeni. Később, aki megtartja, az pestisen is leitatja őket, és a közben jelentkező problémák, hasmenés egyébre szintén tudunk, ingyenesen szaktanácsot adunk, és megkapják az emberek az ehhez szükséges gyógyszert. Tehát a napos csibe az a kezek között nő fel a gazdának, tudja, hogy mit adott neki enni, milyen takarmányt kapott, ezáltal egy biztonságosabb a sorsa. A kis csibe tehát biztonságosabb, hiszen az előnevelt csirkék esetében sokszor nem igazán tisztázott az előélet. Az előnevelt csirke előélete ismeretlen, én így mondom. Nyilván mindenki azt mondja, aki előnevelt csirkét árul, hogy jó helyről származik, nincs vele gond, mindent megkapott, na ez az, ami nem igaz. Tehát ezzel kapcsolatban a tapasztalatot mondom, az állategészségügyi tapasztalat az, hogy nagyon sok gond szokott lenni az előnevelt csirkékkel, különféle betegségek megjelennek náluk, természetesen kezelni kell, szólni kell, meg is vizsgáljuk az elhullott baromfit. Én pusztán nyilván csak javaslok, hogy aki csirkét tart, ha teheti napos csirkét vásároljon, és akkor azzal kapcsolatosan van egy program, amit érdemes betartani. A tavasz másik fontos feladata a kisállattartókra hárul. Főleg a kutyákat kell ilyenkor vakcinázni, és a hobbi állatok esetében pedig meg kell oldani az élősködők elleni védelmet is. Most zajlik a veszettség elleni védőoltás. Ez egy kötelező oltás, ami együtt jár azzal is, hogyha még először oltjuk a kutyát, akkor csipezni kell. Tehát mindenki tud róla, csak elismétlem, hogy Magyarországon kötelező a 3 hónapot betöltött ebek veszettségeni védőoltása, és kötelező a csippel való megjelenésük, hogy a transponder egyedi megjelenés a lényegben én mindenkit kérek, hogy erre figyeljen, és oltassa be a kutyáját. Ugyanakkor emellé azt is tanácsolom, hogy feltétlenül védeni kell ezeket a kutyusokat a külső élősködők ellen is. Ugye veszettségoltáskor kapnak tablettát a belső paraziták ellen, de a kullancs, a bolha és hát a szúnyog jelentőségére hívnám fel a figyelmet. Ugye a kullancsról, bolháról úgy általában mindenki tud, hiszen hallottak róla és ismerős probléma, veszélyes fertőző betegségeket terjesztenek, kullancs, ugye Lyme-kór, babézia, ezek egyenként is halálosak tudnak lenni a kutyára nézve, ezért érdemes ellenük védekezni. De a szúnyog annak az úgynevezett újfajta betegségnek, amit úgy hívnak, hogy szívférgesség, a terjesztője, és miután mediterrán éghajlattá kezdünk mi is válni, ugye, ezek a mediterrán szúnyogok már itt vannak. A meleg idő eljövetelével tehát számtalan feladat hárul az állattartókra, legyen szó akár haszon, vagy éppen hobbi állatokról.